pleasured hands to take you in the sand to promised lands to show you everyone it's the time of the season for love. Sándor Csaba gitáros énekes. Játszott a Kód, a Smink együttesekben, később pedig az Időgép zenekar gitárosa a zeneszerzője lett. Az Időgép életének fontos szakasza, amikor Tunyugi Péter, a P-Mobil korábbi énekesének kísérő zenekara lett. Később pedig együtt turnézhattak a Bikini együttessel. Saját koncertjeik mellett sokszor felléptek Varga Miklós énekessel is. Számos lemezükkel bizonyították, hogy helyük van a magyar rock palettán. Nagyon szeretném neked megköszönni, hogy ebbe a sorba engem beillesztettél, mert én nekem ez akkora megtiszteltetés, hogy mindig is csodáltal néztem rád is, meg az eddig előttem is műsorban szereplő zenészekre, és valójában nekem az egész életemet ezt határozta meg, hogy én sose gondoltam volna. Én csak zenén szerettem, gyakorolni szerettem, meg úgy mindig, de hogy én nekem olyan szerencsém lesz ebben az életben, hogy olyan hatalmas muzsikusoktól tanuljak, vagy olyan hatalmas muzsikusokkal játszak együtt, vagy kössek barátságot, akik nekem ikonok voltak, ez tényleg nem nagyon gondoltam előre. Úgyhogy nekem a zene rengeteg mindent adott, és remélem, hogy talán fog is egy kicsit. Most már annyira aktívan nyilván nem csináljuk, mint régen volt. Többször futottam neki, és hát a végkifejlet az vagy azért maradtam, mert volt más orientáltságom, és féltem tőle. Volt, amikor egyértelműen a hatalom avatkozott bele, és vitt el a vágyainkat. Aztán volt olyan, amikor az idő repülte fölöttünk, és mi is hibáztunk. Úgyhogy az idő vasfoga erre felettük, igen. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek nálad. Én akkor is örültem, amikor elkezdtem gitározni. Mert ugye a mi ismeretségünk azonnal kezdődik. Igen. Nekem gyakorlatilag a zenéhez való kötődésem az onnan származhat talán, hogy az én anyaiági nagyszüleim zenéltek. Sőt, egyenesen a nagyanyám zongoratanárnő volt. És egy gyönyörű nagy Wiener Dörfer páncéltők és versenyzongorája volt, amit már úgy is örökölt, nagyon jól emlékszem, 1806-ban készült, szépen részből ki volt rakva, hogy a... De ez még az a fajta volt, amikor az a faragott gyertyatartókat ki lehetett hajtani, és persze gyertyát nem lehetett rátenni, mert vizet se, semmit sem, mert följön a politúr, de minden évben fölhangoltatta, tanítványai voltak, jártak hozzá, és én ott kezdtem egy kicsit zongorázni. És... Ez egészen addig tartottam, amíg én arra nagyon hatázatra először, 10 éves voltam, Tiszakécskén voltam minden nyáron nagyanyáméknál, és ott a Tisza szállóban egy Bocskai István nevezető, aki Jimmynek hívott, megtaláló módon az egész falu, ő ott shadowsokat gitározott a helyi étteremben. Ugye be nem engedtek engem, hanem ültem a kerékpáron, nyitva volt az ablak, csak ott hallgattam is, hogy milyen hangja van ennek a gitárnak, és én tudtam, hogy ott vége. Vége a történetnek. És akkor a szomszéd fiúnak volt egy akusztikus gitárja, aki tanult is gitározni, hogy átjárogattam hozzá. Megtetszett, megszerettem LGT dalokat, Beatles dalokat, de hát nem úgy nyilván Beatles-eket. A Beatles-ben az az őrület, hogy mindenki hatással van, és mindenki el tudja játszani a saját szintjén. Uh-huh. Mert azt nagyon szép akkordokkal is el lehet játszani, meg a saját egyszerű akkordokkal, és na hát én ezekkel a gyalog akkordokkal megtanultam úgy, ahogy tudtam, nem nagyon tudtam, mit játszok, de aztán egyszer csak odaálltam az apám elé, hogy hát én szeretnék gitárt tanulni. És hát mondta, hogy ahhoz kéne egy gitár is, hát mondom, az úgy igaz, mert én láttam akkor még itt a Veselény utcán volt a játékbolt, ott lehetett venni egy gitár. Volt egy piros Ibanez, vagy nem Ibanez, de hogy is Muzima gitár. Piros Muzima gitár volt egy darab, hát én abban belezugtam teljesen, és akkor mondtam apának, hogy hát én gondoltam erre, és én azt nem is néztem, el is rakadtam, azt mondja, hogy elrakadtam. Hát mondom,
hogy nagyon tetszik. Szóval jó, hát akkor segítő. És akkor nagyon megörültem, elmentem biciklire, visszamentem a boltba, mondtam, hogy akkor kis lehet azt onnan, mert nem azt, hogy nem veszek ki, mert ami nincs kifizetve, nem vették ki a kirakatból. Hazamentem, mert mondtam Kukának, hogy akkor beszéltem a boltba, a gitárról, azt mondta, hogy hát ő megbeszélt az egyik ismerősével, a szikrálmi gazdaságba, elmehetek ládát szögelni a nyáron, diákmunkásként 10 évesen. Hát, mondom, apuka azt mondta, hogy segítesz. Azt mondta, ez a segítség, meg az, hogy most akkor megtanuljuk, hogy az életben valamit mindig valamiért. Gondolhatod, 2 hónapon keresztül jártam ládát szögelni, szálkahegyek, az összes körben fekete volt, de nem azért, mert a Marilyn Mansonnak gitároztam, hanem szétvertem ezekkel a kalapácsokkal, a gitár az eltűnt a kirakatból másnap. Addig én tudtam, hogy ez azért van, mert valaki nyilván megvette. A lényeg az, hogy végig dolgoztam az egész nyarat, nem mondtam meg apámnak, hogy hát most akkor ennek már nincs több értelme, mert és hogy hát emlékszettem, még akkoriban az olyan volt. Tehát ha volt egy szép gitár, akkor vagy lesz az elkövetkező 4-5 évben, vagy nem lesz. Tehát ott rendes hiánygazdaság. Igen, csak úgy jött, említően sok gitár. És akkor azt összekerestem a pénzemet, nem lett elég a gitárra azért, de akkor apám mondta, hogy mondja, ember vagy, hogy végigcsináltad, mert tényleg nagyon szép, nem mondta, hogy igen, apuka, csak van egy kis gond, hogy az a gitár már nincs meg. Azt mondja, de fiam, megvan. És elővette, és még az én spórolt pénzemet sem fogadta el, azt mondta, hogy ez azért van, mert hogy ez gyakorlatilag. Na és akkor így tudtam én elkezdeni egyébként, ezzel Kécskén jártam gitártanárhoz. Vetti Kécskéjek vagytok? Nem, a szüleim, tehát az édesapám ága az kecskeméti, az édesanyám ága az tiszakécskei. Tiszakécskei, és akkor hát az... Igen, szóval ugye az egész nyaragban az volt a legszebb, hogy az iskola zárásról, ez a tanévzáró ájulós udvaronállásból, ahogy vége lett, azonnal ültem föl a Sputnik félverseny kerékpár, és letekertem Kécskére. És csak az évnyitóra jöttünk vissza, mert ott volt az összes unokatestvér. Gondolod, de 5-6-an voltunk úgy, hogy ilyen 1-2 hónap eltéréssel. És utána volt a következő alom, ott meg 3 és 5 év között eltérése volt, de hát azért mi el voltunk szigetelődve, de egy olyan varázslat volt az a kécskei ház, nagy udvar, kis tornya volt. Szóval nagyon szerettük, és akkor csupa ilyen furcsa dolog volt benne, mint a zenélés, meg a... Szóval, meg a Tiszapart, az is csodálatos volt. A lényeg az, hogy ott kezdtem el, aztán először tanulni a Bocskai Istvánnál, egy pár órát vettem, utána hazajöttem Kecskétől, folytattam, virágista voltam. Uh-huh. És akkor utána volt az, amikor én hozzád is eljöttem. Az már a... Gimnázium. Hát akkor történt azóta, nem tudjuk, hogy... Nem jutunk egyedül, hogy ez most vagy a Tibi fiad volt, vagy a Tomika, ja, aki bedobta a cipőt, gitároztuk, és többször bejött, és mindig mondta, hogy várjál még egy kicsit, még várjál még, és egyszer csak a gyerek itt bedobta a cipőt, hogy menjek el. Jó, ha lehetett 3 éves, vagy valami, nagyon édes volt. A Tibi a 77-es, akkor inkább a Tomi volt az. Tomika lehet. A Tomi volt az, igen. Nem tudom. Szóval, és akkor jöttek ezek a nagy varázslatok, és hát... Ugye még aztán jönnek a koncertélmények. Szóval nekem az első olyan koncertélmény, amit tudtam, hogy én ezt tényleg olyan akarom csinálni, az a Skorpió volt itt a Műfázban. Még az első Skorpió. Az első Skorpió. Igen, tehát a Szűcs Antal Gáboros. A Szűcs Antal Gáboros. Igen, és színes fények voltak, nagy hangerő volt, és akkor az nagyon tetszett az egész, és amikor meg tényleg azt éreztem, hogy na, itt aztán ez az én zeném, tehát ez nekem szól, én nem bírom ki, az a piramis is tetszett nagyon, de amire azt mondtam, hogy na ez az enyém, az a P-mobil volt. P-mobil. Uh-huh. A P-mobil volt. És na hát ezért volt aztán nagyon nagy szerencse, hogy a későbbi során úgy alakult a sorsom, ahogy alakult. És akkor itt a gimnázium egyet zenekarok voltak, valami Spirit névvel, meg ilyesmi. Te melyikbe jártál? Én a Bányaiba jártam. Bányaiba jártam. Bányaiba jártam, és akkor hát gondolod, ott is a Német Attila, a mai napig zenél egyébként, egy hajókra jár ki. Igen. A Szabó Sanyi, ő már talán nem zenél, ő volt benne, egy Mikus Joci nevezetű dobos, aki nagyon tetséges dobos volt, aztán nem nagyon láttam úgy a hosszú távú fejlődését, és meg egy Kopasz nevezetű, Zsolti nevezetű fiú volt aztán, amikor a Mikus Jocit leváltotta, ő mi most is zenél, tudom, a Zoli Babáékkal, meg ezzel, azzal. Aha. Egy nagyon jó dobos volt, meg nagyon rendes, szelíd, csendes ember volt, az kellett a zenekarban. És akkor a gimnázium után ugye én elkerültem Szegedre, és hát azt titokba ment az elérés, mert az én édesapám
nem talált elég tehetségesnek, valószínűleg igaza lehetett, és ugye közölte, hogy nem lehet egy fenéken több lovat megülni, meg hogy el kellene döntenem, hogy most akkor én vándorlásra születtem, vagy elegáns étteremben akarok enni valami étkészletet. Szóval ilyen beszélgetések folytak, és úgyhogy azt nem mondtam meg neki, hogy én bekerültem oda, és úgy gitározgattam, megismertem egy-két embert, és bekerültem a vendéglátóba. Ami egyébként nagyon jó volt. Te úgy játszottál vendéglátóba? Én ott gondolom, a Szeged bárba, a Tisza bárba, a Jeges bárba volt az állandó bázisunk. A Jeges az a Jégkunyhó? A Jégkunyhó. Úgy van, az Attila utca sarkán, meg a Brunoinak a terasza. Igen. Ott is ott játszottunk. Na lényeg az, hogy ott a Jegesbe is sokat játszottunk, nagyon zűrös kis időszak volt, de fiatal voltam, mindent bírtam. Hát gondolod, 10-kor nyitottunk, elvileg 2-kor, de hát leginkább 4 órakor keveredtem ágyba. És másnap 9-re, meg 8:30-re menni kellett iskolába, és akkor ott aludtam a hátsó sorba, szóval voltak ilyen zűrök, és de az biztos, hogy azon túl, hogy igen, akkor már megszereztem az OSK-t, és C kategóriás voltam, de az akkor is 300 forintos volt ott a napi gázs. És az nem volt rossz, és ittuk a kamut. Ja, ugye, hogyne, teát a konyak helyett, szénsavmentes kórát a rum helyett, vodkát víz helyett, és akkor volt olyan, amikor a vendég okosabb volt, vagy vendéglátós, vagy zenész, leült az asztalhoz. És akkor most... És gondolod, az első szám felénél tartottunk, és letette az Erzsike a tálcát, és ez elkezdett sakkozni a vodkás kis tampókkal. Tehát ének rögtön vége, igen. Így a zongorista, annak úgyis mindegy úgyse hívott zongorára, és így meg próbáltuk követni, és akkor ránéztem a Varga Zolira, nagyon jó barátom, majdnem itt tartjuk a kapcsolatot, kiváló basszusgitáros, ránéztem a Varga Zolira, és így mutatta, hogy ő nem tudja, hogy melyik az. És az első szám végén csücs, 5 perc szünet gondolt, hogy többen rosszul lett, hogy mi volt. Leültünk ez az asztalhoz, Zoli fölkapta a vizet, megint és könyvbe lábadt a szemben. És gond az egészen átratolta a székét, mert tudtuk, hogy na ez nem lesz jó. De szerencsében jó hangulatban volt egy, az a férfi is mondta, hogy ők ezt nagyon nem szereti, de akkor most az a szabály, hogy ahogy leír a pohár, jön a következő. Gondolhatod, hát 10-kor kezdődött a bál, ez a vendéglátó, de ezek az igazi. Gondolsz-e majd rám, meg a... Szegedi villamos padlóra köpni tilos. Tehát volt minden, amit el tudsz képzelni, Pedro kocsmája, tehát ezeket szerették ott az elején. Na de hát 10:30-kor mi már a Highway Star-t játszottuk, meg a Lézit, meg ilyeneket, mert a fiú ezt szerette. Igen, az jó. Tehát visszatérve az, hogy volt az egyetemi létem mellett egy kis gázsi, meg jöttek ezek a... És akkor volt nekem az óriási szerencsém, hogy Kecskeméten a konzervgyár barterbe keveredett egy német céggel. És a Baby távszerű cserébe ide hordtak be gitárokat. És akkor én úgy tudtam csinálni, hogy megkerestem pénzeket, abból én itt, de most nem akarok túlozni, tehát ilyen tizedáron lehetett Fender Stratocastert venni, meg Yamahákat, akkor rengeteg Yamaha jött be. Egy SG2000-es például a Végvári Ádámnak adtam el Pestre. Az nagyon hálás volt, hogy hol szereztem ezt, hát mondom, figyelj, csak szólni kell, aztán szerzünk, de hát nyilván nem volt más forrásom, de lényeg az, hogy ezekből a hangszerekből aztán, hogy megvettem, volt olyan, hogy 11 gitárral mentem le vasárnap este Szegedre, Újvidékről jártam föl, és tudom én, akkor szerdáig eladtam őket. Akkor még nem saját gyártású gitárokon játszottál, hanem még akkor a előtt bizony, jár. Bizony. Nem csak azokon kezdtem, mert hát nyilvánvaló az ember mindig olyat szeretne, ami mindenre jó. Amit minden tud használni. Olyan zűrös ez az a hangszercserégetés, meg amikor már megszokta az ember ott valahogy, és nekem ugye elég nagy is a kezem, tehát a nyakat is úgy kellett csinálni aztán magamnak, hogy könnyebben férjen el az ujjam, a vincsli kezeim. És ez kezdetben ez nem okozott problémát a eredeti gitárokon? Rengeteg problémát okozott. Például rengeteg javítani való volt. Hogy mindig belekoszolt a bal kezem a másik húrba, úgyhogy úgy kellett a jobb kezzel pengetni, hogy folyamatosan delfeltem. Hanem ilyen ívekkel kellett eltalálni, hogy amin játszok, az legyen szabad. Tehát nem tudta úgy támaszkodni, amitől a csuklót szabadon jár, hanem ilyen hüvelykújrezektetéssel kellett valamiféle pengetés, olyat, ami jól sikerüljön.
állítólag komolyabb gyakorlással persze nem lehetett volna ez akadály, de valahogy én ugye magamtól rosszul vagy jól, de ez alakult ki nálam. És azért valóban, amikor az ember kicsit szélesebb gyakokat, meg rájöttem, hogy egy gitárnak nem egy formál nyaka van. Tehát az, hogy itt a felső bridge milyen széles, ugye 42,5 mm-t, akár 44,5-45 mm-ig is elmegy, az rengeteg mindennek határoz, mert ott dől el. A hullám az általában már azok a távolságok azonosak. De az, hogy mennyire szól bele az akkordba, hogy ott el tudod-e különíteni tisztán a fogást, az ott föl a nyaki bridge-nél, már itt a fejnél dől el. Úgyhogy azért kezdtem én piszkálni magamnak a gitárokat, meg hát nagyon tetszett a fa. A fa tetszett nekem, hogy olvastam egyszer, hogy egyébként a Gibson Les Paul Custom-eknek ezek a 60-as, 50-es évekbeli őrletes szériája, ami most őrletes pénzek, árverések kellnek el, hogy az mitől olyan, és akkor én ezt elolvastam, hogy az állítólag attól olyan, hogy a kórai háborúban ezek találtak valami nagy mahagóni telepet, az amerikaiak. És a hódítóktól megszokott módon elvitték az egészet, de kiderült, hogy ezek nem túl nagy darabok, hogy mit is lehetne csinálni belőle, stb. És akkor a Gibson cég rácsapott. És általában ez már akkor 10-valahány éves fa volt, ők még lekezelték, és akkor készült az, hogy ugye a Gibson az eredeti, az jó üreges testük volt, de amikor már Les Paul forma kijött, az mindig úgy nézett ki, hogy valamilyen arányban, de nagyobb arányban mahagóni alja, és juhar tető volt hozzá, vagy egy kis fényt a bungásra. Ez nem mindegy, hogy egy ilyen arány, az hogy néz ki a testen belül. Többek között sem mindegy, nagyon sok minden nem mindegy. De akkor derült ki, hogy ez egy olyan kemény, olyan száraz, olyan speciális mahagóni, ami nekik eddig nem volt ismert, és ebből gyártottak le gitárokat. És ez annyival jobban szólt, hogy ezt elmondani nem És hát azóta is ugye próbálják ezt ismételgetni, de hát azok az 57-től 62-ig terjedő Les Paul Custom-ek, azok verhetetlenek, tehát ebből a szempontból. És akkor így kezdtem el én magamnak a gitárt is csinálni. De visszatérve az egyetemi évekre, ott a vendéglátó mellett aztán megtaláltak a helyi rockerek is. És én akkor beszálltam egy koncertzenekarba, a Kód zenekar ez volt a neve, és meglepő sikerünk volt. Hát ugye fiatalok voltunk, jól néztünk ki, azt a zenét játszottuk, ami akkor divatos volt, és nem volt őrületes nagy késés a nyugati trendekhez képest, hanem akkor mi azokat játszottuk, ami éppessége szaladt. Tehát ez a 80-as évek, de a Van Halen meg ezek... A Van Halen, azokat játszottuk, jó. Aztán kiderült, hogy az énekesünk, aki oda hozzánk került, Judas Priest őrült, és akkor azt kellett mindeneket, a Judas Priest-eket játszani. De ennek aztán olyan közönség sikere lett, hogy a Várklub, ami semmi közel a posta mellett kellett lemenni ott Szegeden, a Kis utcába, ott... Tudom, hogy voltam én egyszer talán, igen. Hetente kétszer csináltuk, tehát 120-130 ember, de óletes hangulat volt. És akkor kiderült, hogy dalt is tudunk írni, vagy vannak ötletek. Akkor már voltak ötletek. És akkor én nekem már voltak ötletek, és gyakorlatilag összejött egy ilyen 8-10 dalos műsor. Saját. És egyszer mondom, próbáljuk ki azt. És gondold el, az akkor borzasztóan jól sikerült. És tetszett nekik. És az annyira tetszett nekik, hogy komoly közönségünk alakult ki, és ugye olyan volt az a kommunizmus, amilyen, az ifjúsági napokra például sose kerültünk be, mindig meghívtak, mindig láttuk az anyagot, és egy Tóth nevezetű Krisztit Kárát mindig elmondta, hogy ennek nincs itt helye. De mindig így volt, hogy amikor van, akkor majd mindig nem volt helyesen. Na a lényeg az, hogy de azért a május 1-én például betettek minket délutáni fővezető műsornak a újszegedi nagy parkba, ott a víztorony tövébe, ameddig a szem ellátott. És akkor megmondom, hogy próbáljuk már ki, hogy akkor csináljunk egy ilyen saját koncertet. Az ifi házban még azért nem nagyon volt pénzünk bemenni, meg akkor nem úgy volt, mint most, hogy bérelti helységet, hanem vagy meghívtak, vagy nem, ott pöntjögtek, meg mondogatták, meg még először, egy kicsit más. De a szegedi ruhagyárban, az ebédlőben, ott csak volt 400-450 gyerek. És akkor tudtuk, hogy ez most itt valami olyasmi, ami tetszik. És akkor elvezel a kóddal, ami elindultunk mindenféle Balatonszemesi rocktábor, meg ilyen tehetségkutató fesztiválokon,
és hát eljutottunk a döntőig, ahol a Wilbertnyire mondta azt, hogy menjünk haza, és véssük föl az ajtó fülfára, Magyarországon egy metal zenekar van, a Bogogén. Az úgy lett. és úgy lett, nyilvánvalóan nem tudhatjuk, hogy ebben van szándékosság, vagy ráció, vagy nem tudjuk, hogy miért, de történt, ami történt, abban a korban voltunk, úgyhogy összeesküvés elméleteket félretéve, az a szerencsétlenség ért minket, hogy 5-ből 3-at elvittek katonának. És akkor vissza a vendéglátóba. És akkor kerültem én be a Tisza bárba, ahol hát az egyik legnagyobb iskola, komolyan mondom. A Dorogi Gyuszi volt a billentyűs, Magyar Janika basszus gitározott, egy Nyalóka nevezetű, a mai napig nem tudom a nevét, esküszöm, egy Nyalóka nevezetű dobos, aki egyébként gyönyörűen hegedült, zongorázott, gitározott, tehát ő mindent tudott, de a dobosból volt a legkevesebb, és akkor ő ott. Ezek mind nyugatott megjelent zenészek voltak, mind hajózók voltak. Hát a Nyalóka például megcsinálta egyszer azt, hogy jött valami svéd csoport, ez meg kompon játszott. És svédő konferálva vállalt a dalokat, azt láttam, hogy az oldaltamon már így az összegyűlt rengeteg pénz ott van, és mondom, hogy Nyalóka. Azt már észrevettük, hogy 7/4-es, 7/5-ös, tehát azt se tudom, hol tartunk. De Nyalóka legalább mondja, mert milyen hang nem. Szomorú hangzás 3B. És hát egy idő után azért már kezdett zavaró lenni, hogy semmit nem tudunk csinálni, úgyhogy Nyalóka leintette a zenekart, fölhívta a fizető vendéget, beállította a mikrofont, ilyen vox csíkok voltak, ez a 4 hangszóros vox ének, tudsz, betette oda elé, és akkor ő énekelhetett, a vendég. Hát még aha, többet fizetett, pokoli volt, majd meg őrültünk, de hát ez volt a vendéglátó. Este 10-kor kezdtetek, gondolom, hogy éjszakában? Este 7-kor. Hétkor fönn a étterembe, nem mindig az, hogy az a hét bizonyos napjai, az étterembe, utána lejöttük és 10-kor nyitottuk le kinn a bárát, és az hajnal 2-ig ment. Na de akkor azért az még az olyan volt, hogy fölöltözött a vendég. Bizony. Lejött a piros szoknyájába, meg nyakkendőt kötött, és jól szórakozott ott. Tehát, most bocsáss meg, tehát azért a jegest is nagyon szerettük, de hát ott azért játsszál már valami normálisat. Itt műsor volt. Meg volt, tudni kellett, 150-200 dalt a Dorogi Gyuszi gyönyörűen zongorázott énekelt, de ezeket tudni kellett. És ugye standard jazzekkel kezdődött, és akkor úgy próbáltuk fölállítani, hogy az aktuális slágerek is menjenek, és hát az igazi nagy lecke az az volt, hogy nem nagyon vitatkoztak ők az emberrel, tehát mondták, hogy ugye én sokkal képzetlenebb voltam, én nem tudtam, én nem voltam jó kotta olvasó, tehát sok, nem volt olyan múltam, mint ezek. Ugye ráadásul az a Dorogi Gyuszi és a Nyalóka is roma származású volt, tehát ezek diplomával születnek. Hát, tudod, hát a muzsikus cigán az valami elképesztő. Okay. De ezért is tanulnak meg nyelveket úgy, hogy ül, megy a villamoson, mire leszáll, perfekt beszél, mert olyan a hallása. És nem bántottak ezeket, csak mondták, hogy te, ezt se játszok volna. Csak figyelj már kicsit oda, mert lassan nem lesz mit. És akkor úgy szégyeltem magam, és akkor elővettem, és akkor megkerestem. Nem volt még internet, meg izé, hanem akkor neki kajtózott az ember. És hát ráadásul az is kiderült, hogy a Gyuszi hát minden nap énekelt. Nem akármiket, és mikor milyen volt a torka. Úgyhogy bemondta a hangnemet. Azonnal tudod, tudod, milyen, hogy volt. Vagy azt mondja, hogy kicsit azt mondja, meg vagyok fázva, most kicsit gyorsabban mindent, hogy ne kelljen már tartogatni a hangokat a torkom miatt. És akkor kicsit meghúztuk. De az a lényeg, hogy ekkor volt az, amikor egy belga megbízást kaptuk egy MSC hajóra, az egész zenekar kiment, én eleve féltem egy kicsit ettől, pontosan ezért, hogy most itt kirúgnak Szegeden a zenekarból, ott bedugnak a tengerbe, mi lesz? De sajnos azt történt, hogy az édesapám szívinfarktus kapott, nem halt vele, akkor még, de nem bírtam elmenni. És így akkor szóltam egy másik szegedi gitárosnak, hát a mai napig, vagy a mai napig, hát azt mondom, ki ilyen még közül, ő ment ki. És akkor azt hittem, hogy ennek nem, tehát hogy körülbelül úgy véges, nagyon rossz, sötét korszak volt, sötét felhő. De a Kód együttesnek a haszna azért mégis az volt, hogy
ezek a kudarcok, ez a Wilpertféle hozzám, ez nem volt nagyon szerencsés, nem esett jól, de lényeg az, hogy azért a rock közönség, vagy a rock szakma úgy valahogy tudott rólunk, és én nem is tudom, hogy történt az, hogy a Pandora's Box akkor, amikor a Vicky Dahl énekelt, a Bencsik Sango, a Cserháti Pityi, tehát az igazi nagy klasszikus Pandora's Box meghívott minket. A Dési Hubert Művelődési Házban volt az állandó klubjuk, és akkor ott kipróbáltak minket, hogy játszunk egy fél órát előttük, és én akkor nagyobb, tehát az, ott voltak az istenek, ott voltak az ikonok, nagyon normálisak voltak, nagyon szerettek minket, oda kellett menni hangpróbára, látni, Vicky Dahl tolja a konténereket. Tudod, és a Kontos a Bencsik Sanyinak, hogy mondom, hogy ti segítetek, azt mondja, nem csak ez a hülye. Azt mondja, neki játszik a fizikai munkát. És az, hogy a profizmussal találkozni, amikor mi álltunk, gyakoroltunk, hogy fog ez szólni, mint fog ez szólni, és akkor végeztünk nagy nehezen a beállással, bementünk az öltözőbe, és akkor a Bencsikék kártyáztak. És mondom, hogy ti nem álltok be, azt mondja, hát ti beálltatok, nem? Szóval minden szól, majd összetolja a többi. Na és ez volt az a kapcsolat, utána meghívtak a születésnapi koncertjükre, és mi nagyon sokat játszottunk együtt. Tehát ebből valóban komolyan barátság szintű dolog lett, de az biztos, hogy akkor ismertem meg aztán a Tunyogi Petit, ugye, aki talán akkor jött vissza a vendéglátóból, vagy valami ilyesmi, akkor állt össze újra a nagy, készültek talán a Fradi pályás nagy koncertre. Szóval a lényeg az, hogy akkor alakult ki egy olyan kapcsolatrendszer, ami között. És közben itt Kecskeméten is forradalom volt. Ugye, hát a Propeller, a Monogram, én emlékszem, hogy a titeket például az jóval korábban volt azért az Aranyhomok bárba jártam be, de akkor volt a Híros étterem még, ott a Monori Ancsié, meg a Marsa Józsi. Igen, ők akkor utána mentek ők külföldre, 81 körül. Igen. De volt átfedés, tehát amikor mi vendéglátóztunk, akkor ők is akkor éppen vendéglátóztak, és egy nagyon nagy vendéglátós élet volt akkor. És hát ugye olyan zenékkel, hogy tehát nem az a kimondott vendéglátós, nem. A rossz értelme vett vendéglátó. Nem elnyomva volt, hanem előadva volt. Tehát én emlékszem arra, amikor ne is vágd ki, hát az Európát ketten játszottátok a Marsán. És az hangról hangra szólt minden, és utána jött válaszszóló benne, mögörültem. A Let's Dance nevű zenekarunk volt, amikor ilyen bálakat találtunk még ilyen előtt. Igen, na volt ilyen is. Igen, és hát a hideg rázott. Igen, is volt. És akkor még, amit el kell mondjam mindenféleképpen, hogy még a legelején még gimnazista voltam, amikor lehetőséget kaptunk a Mirigy Attiláéktól. A Monogram. A Mirigy Attiláékkal játszottunk, és az Attila adta a pedáját, és akkor is olyan szelíd volt, csendes volt, mindenben segített, és akkor elém tett ilyen kis vasutat összerakva, és úgy próbáltam memorizálni, hogy melyik, de aztán még a lámpát is lekapcsolták, tehát nem az, hogy melyiket kell nyomni, hogy melyik mit fog csinálni, ja, hogy hol van, és akkor egy fölgyulkált a színpadra, kiemelte a szólóba, tehát olyan aranyosak voltak, hogy én ide akartam tartozni. És ez már az időgép? Nem. Az időgép az jóval később történt. Az amikor vége lett a kódnak, azért akarom elmondani, hogy a most a művelődési háznak, az agórának a lépcsője volt befedve, és ott voltam a Tus együttest. És hát a Tibike Pulis, hogy a Káli Tibit is nagyon szerettem én, meg jó volt, de a Gulyás azzal a halál flegmával, az se lát, folyt a keze, hogy mikor üti meg a dobot, de így járt a felső, tehát úgy érezted, hogy folyt valami nagyon komoly ügyek, hárman, milyen dögösek. És ez azért fontos, mert a későbbiekben során aztán, amikor azt hittem már, hogy lefőtt a kávé, az egyetem után, akkor nekem még volt a Smink nevezetű zenekarba meghívásom, ahol ilyen nagyon aranyos, rendes fiúk voltak. Akkoriban sikeres volt, gondold el, hogy Interpop gálán indultunk, bejutottunk a döntőbe. Az a zenekar az körülbelül úgy jött létre, hogy akkor már, ezt nem azt mondom, hogy csinált zenekar volt, de ilyen zenekarokat kerestek, és akkor már a Csillagfény Show-ban az Abella Miklós, a Bétót Laci úgy vitt minket el, hogy csak playback,
viszont benne vagyunk a slágerlistába, de játszik a Poptalisznya, de tévé interjú, ez így ment. Uh-huh. És akkor ott is volt, azt hiszem, Salgóványa vagy Olaszentószemesen egy ilyen fesztivál, ahol meg mi voltunk a gálán, az utolsó fellépő, a bikini előtt. Uh-huh. Na, Hirleman Berci, Makovics Dénes, és a Lojzi. A Lojzi nagyon közvetlen volt már akkor is, és a Dénagyost is ott ismertük meg. És akkor még a Dati Zsolt volt a gitáros. Talán akkor nem a Dati Zsolt volt. De lehet, hogy nem. Nem te vagy? Nem vagy. Hm. És akkor a smink együttessel nekünk mentek a... ment a szekér egy darabig, aztán nagyon gyorsan nekem elegem lett abból is, ahogy az alakultak a dolgok, meg eldöntöttük, hogy akkor ez komoly támogatásról, sose kaptunk támogatást sehol, az a zenekar megkapta, és akkor úgy volt, hogy fölköltözünk Pestre, és akkor megnézzük, hogy ebben mi lesz az igazi. Mert szegedi volt ez a zenekar is, és történt az, hogy a Budai Laci, aki az volt a prima festő egyébként, mert nagyon jó zongorista is, meg az az Ádok Józsi, aki szegényként meghalt, aki a bikinibe került éppen billentyűzni, utánuk, ezután a fiaskó után, amit most mesélek, de föl is költözték, kivettek az albérletet, és egyszer jöttünk haza valami hétvégéről, ez a csillagfényes az úgy nézett, hogy ez péntekkel indult, és vasárnap hajnalban lett vége, Újpesti Adi, Petőfi Csarnok, Velence, Agárd, és ilyen köröket kaptuk, mikrobuszt, és akkor mindig körbevittek, és akkor egy-két dalt kellett játszani egy diszkóbetétként, playbackként, és akkor ezt megismétlődött. Hát halálunalmasod, tehát ebből elegem volt. És kiderült, hogy ráadásul a zenekar egyik fele nem is költözik föl. És nagyon komoly veszekedés volt. Tehát ebből gondolhatod, hát a két billentyűssel játszottunk, akkor feladt az egész életét. Fölköltözött Pestre. Munkát fölmondtak minden. És csúnyavita lett belőle, úgyhogy én abból kiszálltam, és nem is tartott az után már sokáig, hát mindenki ment, amerre látott. Megnősültem, befejeződött a muzsika, és azt hittem, hogy ennek vége. És akkor volt, 2000-ben indult ez az időgép dolog. Tehát 23 évesek vagyunk. 23 évesek lennénk. Az időgépet az Ábrám Attila, Nagy Berci, nyugodjon békibe, alapítottam, vagy legalábbis én oda kerültem, Fazekas Pisti, uh-huh. egy Molnár Ferenc nevezetű szexhárgyi ügyvédejéket kiderült, aki nagyon jól énekelt a bileket, a Pisti meg ezeket a slágeresen, Fazekas Pisti, ő is ügyvéd, az Ábrám Attila is jogász volt. Tehát ez egy ilyen baráti társaság volt, és hát ugye az volt a eskünk tárgya, hogy nem lépünk föl és nem nyúlunk a másik feleségéhez. Hát azt nem fölléptünk, például. És csak pörpülök, mobilok, korálok, hobók. Tehát ezek amiket annyira nagyon szeretünk, ezeket játszottuk. De csak az lett, hogy az Ábrám Attila csak leszervezett egy koncertet a Kilelébe, hogy akkor játszunk, ott utassuk magunkat. Uh-huh. És ott aztán nagyon tetszett, ide is hívtak, oda is hívtak, mire észre kaptunk ilyen klubokba, vagy pincékbe játszottunk mindenfelé. Na, tele volt a rubrikkal. És akkor alakult ki az a fölállás, végül is aztán, ami nagyon sokáig együtt volt, hogy a Gulyás Imre dobolt, a Váradi Tibi, a Totyi basszusgitározott, Balcer Pisti zongorázott, ő nekem régi nagyon ismerősen volt, a Kristóf Tamás gitározott, ugye az Ábrám Attila volt a Totyi előtt, a Berci először dobolt, jött a Gulyás Imre, akkor a Berci zongorázott, helyette jött a Balcer Pista, és akkor a Kristóf Tomival ketten még gitároztunk, és akkor volt énekes a Fazekas Pisti, meg ez a Molnár felé. És ezzel indult el aztán egy darabig ez a játék. És folyamatosan fajkolódtak az emberek, és a végső fölállás, ami hoztam neked lemezt, az az Újjászületés című első anyag, ez úgy nézett ki, hogy a Gulyás Imre, Totyi, a Balcer Pista, Fazekas Pisti, és ugye én gitároztam ezzel. Ezt itt vettük föl a Cserny Kálmánknál, a Kisbogi volt a hangmérnök, vele vettük föl ezt az anyagot, és meglepő módon még ez is egészen szépen szerződébe adtuk ki, de egészen szépen fogyott. És akkor a régi kapcsolatokkal tartottuk a
kapcsolatot, és kiderült, hogy a Tunyó nagyon beteg volt. Tehát őnek egy ilyen gerinc problémája volt, most erről nem szívesen beszél az ember, de én akkor még nem is nagyon gondoltam másra, csak az, hogy a Tunyó, és kiderült, hogy ráadásul nem volt talán elég gondoskodó a környezete, ebbe bele kellett érteni a zenekart, és ugye ő akkor a Tunyogi Rock Band, a TRB-be játszott, mert akkor nem volt mobilba. És hát jóba voltunk, jóba lettünk, a zenét azt nem nagyon lehetett elkerülni, gitározával, Csabigá, ide, és akkor neked voltak jó dalaid, voltak mindig, meg ugye hallott az időgépet, játszottunk a Josephina Bluesbandbe például, játszottak itt, és egyszer csak előállt azzal az ötlettel, hogy hát az Effivel ők beszélgettek, az Effe Landással, hogy ő most nem bír még egész műsor, de hogy vissza kéne jönni, de azt mondja, hát pénz is jó lenne, meg hiányzik is a színpad, meg mi lenne akkor, Csabikám, hogyha én nálatok erősödnék meg? Hát mondom, tudjuk, hát Isten hozott, hát nagyon jó lenne. És akkor úgy indult az el, hogy ezt a 3 számot énekelt, aztán 8-at, aztán 10-et, és akkor végén egyre többet. És hát ezt elmesélem, mert Josephine a Blues Bellbe, egy pesti nagyon komoly kis rockszentély volt, már is bontották azóta sajnos, elhalt mind a két tulajdonos, és úgy mentünk akkor el, hogy még megerősödés korszakában Fazekas Pisti is ott volt, meg a Tunyó is. És a Pisti is énekelt, meg a Tunyó is énekelt, de a Tunyó valami oknál fogva ugye nem pusztán énekelt, hanem neki száraz volt a torka, és akkor volt egy ilyen ásteás üveg, mindig két kézzel fogta az ásteás üveget, és akkor abból jött, hogy ki kell szárni a torkán. De aztán a végén éreztük, hogy el kell venni tőle ezt az ásteás üveget, mert konyak volt benne. Úgyhogy lényeg az, hogy rég lett a koncert, akkor a Tunyó valami oknál fogva azt mondta, hogy és a Tunyogi Band énekese Fazek a Pista. És akkor már mindenki tudta, hogy ezt nem nagyon kell komolyan venni, úgyhogy nagy barátsággal, de ez a koncert így ért véget, és akkor valóban egy pár nap múlva visszament az Effe Landishoz, hogy akkor menne vissza. Hogy akkor most már elég erős. És nem tudom pontosan, mi történt. Tunyó, amikor visszajött, hazajött Kecskemétre, mondhatom én, hogy hazajönnek. Nagyon fő volt háborodva, azt mondta, hogy 3 dalt akar adni nekem a lemezen, és ő akar énekelni, úgyhogy mától kezdve ti vagytok a Tunyogi Band. És akkor ezzel volt olyan, hogy a jó másfél-két évig mentünk, de hát ott azért az, ott megtanult az ember, mi az Istenek ura. Akkor már valóban úgy volt, hogy a zenekar jelentős része főképp ebből élt, éneket persze volt a hivatásom is, de hát volt olyan év, hogy 122 koncert. Szerte az ország. És Tunyó mondta, hogy akkor neki most úgy van értelme, hogy akkor hát vannak dalaim, meg van lehetőségünk, akkor adjunk egy lemezt. De hát a Tunyót körülbelül eddig fogy bele az előkészületi munkába, amíg ezt így kimondtam. Úgyhogy írtam egy, mondhatni, igen, egy anyagot megírtam, Buginál fölvettük a mankósávot, fölvinnyogtam én, aztán odaadtam a Tunyónak, hú, ez nagyon jó, 3 dalt föl is énekelt, a lányának, a Betty lányának, a nagyobbik lányának a férje, rockszínházas kapcsolatok volt, otthon volt stúdiókra, gyönyörűen föl is énekelte, a Betty fölvokálozta, tehát az egészen jó sikerült 3 dalt, ez a Szemben a széllel, a mai napig játsszák, ilyen tunyogi emlékzenekarok, meg azért. Volt ez a Mondanáma lenne szó, ez aztán az Ég és Időgép sláger lett, meg a Megtanultalak téged, azt szerettem, még azt, hogy felénekelte. Kérdezek, ha válaszolsz, merre megy a világ? Nem beszélek, hallgatok és figyelek, merre szorul az ár. Mindig szemben a széllel, álmom a nyerekben. Ébredek,
elmentem szponzorokat keresni, összeállt az anyag, és leszerződtünk. A Neil Records segített ebbe, hogy akkor ott fog ez megjelenni majd. Vélhetőleg a Hegedűs Pista, a Hajnal Gabi, tehát a Pesti, a Tunyónak az egész háttere, mindenki mellénk állt, bepromotálták, beharangozták, mindenbe segítettek. Erre a Tunyói leül velem szembe, és így mutatja a kis kezét, hogy 30 év repertoárja van a kezembe. Nekem nem muszáj ezt csinálni. Mondom, Tunyó, nem, tényleg nem muszáj csinálni, csak már kicsit késő, tudod, mert vettünk föl pénzt, kötöttük szerződéseket, elkötöttük stúdióra, kész a reklámanyag. És hát kiderült, most nem bánt senki, de egy másik zenekari formáció környékezte, először a Döme Dezső, hogy ő doboljon, a Tunyó ezt szóba is hozta. Egyszer jöttünk haza, és akkor én mondta neki, hogy Tunyó, nagyon szeretünk, mert tényleg mindent, meg rengeteg mindent tanultunk tőled, de ez tényleg így van, de zenekar cseréhetsz tagokat nem. Mert ez egy baráti társaság. Értem, amit mondasz az. De hát aztán ez lett. Végül is. Ő elment egy olyan, a Döme Dezső, Fischer Gabi, tehát egy újabb zenekar éneket, és szegényként ott mi azért tartottuk a kacsot, mert jóba voltunk, ott ért aztán az a baleset a roktokon onnan, hogy leesett a lépcsőn, és beütött a fejét, és aztán agyödémába ő így távozott. Ja, tehát ők a balesetben halt meg. A balesetben halt meg, délután 4-kor ment le hangpróbára, mert persze legendák meg azért, tehát nem bántotta senki, nem esett, nem volt része, teljesen józan volt. Előtte való egy-két nap hívott föl, azt mondja, hogy nagy baj, hogy megint zsibbadnak a lábai. Tehát ez a gerinc problémája adódhatott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez lehet itt valójában a probléma. De ez érdekes dolog, hogy mi lett volna, hogyha nem megy, hogyha nem válzenek az. Akkor lehet, hogy ez nem történik fele, érted? Bármi lehet. Egész egy másik út, ugye azt választotta, ott ez egész másképp alakul az élete. Vélhetőleg nem lehet tudni, és mi nagyon hallgattunk rá. Tehát mi a mobil dologat is tényleg úgy tanultuk meg, ahogy olyan trükkök derültek. Most az egész után tudni kell azt, hogy a Tunyóval mi állandóan sokat próbáltunk, nagyon sokat próbáltunk. És tudom, volt olyan, amikor az Imre már üvöltött velünk a dobos, hogy vegyetek vissza a gitáromból, mert meg lehet süketülni, nem hallom a lábdobot. És a Tunyó kérdezi, hogy mosolygott. És azt mondja, hogy neked ez tetszik? Azt mondja, nem, Évikém, tudod mi a helyzet? Hogy nem hangosabbá ez, csak most már pontos. És így kivárta ezeket a dolgokat, tehát ott a tempók, az, hogy jó tempóban legyen, meg pontos, ez nagyon fontos volt. Na a lényeg az, hogy tényleg ott az, hogy milyen az, amikor már nem próbálsz. Oké, ez ennek elindul, van egy próba időszak, vagy legalábbis mi így csináltuk, aztán az időgéppel is. És amikor be volt állva, és akkor hetente játszol egyet, kettőt, hármat, mit próbálja? Tehát azon nincs mit próbálni. Ott már csak azt kell megpróbálni, hogy ne így előtte eleget, mert akkor jól fogod csinálni. Tehát erre kell odafigyelni. De egy biztos, Tunyó, amikor kiugrott, akkor én nagyon nagy bajba voltam. És a Szabó Karcsi, mert az időgépről azt tudni kell, hogy a zenekar az 8 tagú volt, mert a Lovász Laci, a Kajdácsi Jóska, meg a Szabó Karcsi, ez a három gida, ami három gidák, ő szervezte, szállította, hangmérnökölte, csinálta úgy a zenekart, és ott is a lovászlás is borzasztó szigorú keményen állunk. Nem voltak 20 perces hangbeállások. Ha egyáltalán egy fesztiválon volt hangbeállás, akkor minket azért imádtak, mert 2 perc, ez szószos értelme. Oda ment, hogy tudj, mutogatta, akkor kösz volt, nem az, hogy na még ezt, nem, akkor kösz volt. Tudtuk, hogy a lovász meg fogja csinálni, jól fog szólni, nem lesz vele semmi probléma. Na, a Szabó Karcsi mondta, hogy szólnokon van ez a Lady Macbeth nevű zenekar, nagyon jó torkú énekes, jó a fazon. Megmutatta neki az időgépet, azt mondja, hogy elvitte valami bulira, játszottunk a Szolnokon valami C+ fesztiválon. Akkor is nagyon tetszett neki. Hát próbáljuk már meg, hogy a Tunyó helyett hátha jó lesz. Eljött a Balogh Laci. Szerdán megkapta a CD felvételt az én vinnyogásommal. Csütörtökön fölhívott, hogy hát végül is az őt érdekli, és úgy kezdett, hogy szombattól vasárnap hajnalig, szombat délbe kezdtük el, fölénekelt az egész lemezt. Hát éreztük, hogy ez jó lesz. Na és akkor mentem el a szponzorokhoz.
meg a kiadóba. Gyerekek, így jártunk, de itt van ez, hogy, ja, így, és akkor a Neil Rekordsnál, ott azért már a Lénárt, a Hammer Rekordsnak volt ez az leányvállalata, a Lady Macbethből ismerte a Lacit. Ó, azt mondja, jó, azt mondja, átírjuk a cikkeket, semmi probléma, tudod, de ő tudta, hogy jó. De a szponzoroknak is meg kellett mutatni, és hallott, senki nem kért vissza pénzt. Azt mondta, hogy akkor ez így jöjjön ki. Na, így született meg a Szemben a széllel című lemez, és akkor az már komoly siker volt. Tehát fesztiválokra jártunk, a Kőröstortól kezdve, a Szigetig, nyilván a Hammer Records is vitt minket, meg akkor már voltak, a Hajnal Gabi volt a túrmenedzserünk, média turnét szervezett. Volt olyan, hogy 6-8 rádióban voltunk egy nap. TV-interjúkat szervezett. És a Bódi Zoli volt akkor a MTV-nél ilyen könnyűzenei, rockzenei szerkesztő, játszott a klipet. Ennek a mondanával, ennek szónak a pipét. És akkor gyakorlatilag 3-4 év az úgy telt el tényleg, hogy nem kellett mondanod, hogy ki vagy. Tehát az úgy jól sikerült. Talán a legnagyobb záloga ennek azt mondta, a Hajnal Gabitól, vagy valamit, hogy honnan jött, hogy a bikini elé elmehettünk. Aki nagyon jó társaság, nagyon rendesek voltak, tényleg mindenben adtak, mindenben segítettek. Ahogy ők elmondták, szerették az időgépet, mert nem volt aggódó, hőbörgő és pontatlan. A végén mi már úgy játszottunk, hogy nem a szokásos fél óra 40 perc volt előtte, hanem úgy váltak a Lajosék, hogy három koncertet csináltunk meg egy nap, és úgy váltottuk egymást, hogy teljes értékű koncerteket. De addig a másik tudott közlekedni. Igen. Ez egy nagy koncertturné volt akkor, egy hosszú. Gyakorlatilag arra volt, hogy beszéltem a Lajosra, hogy erre volna lehetőség, hát azok hozzak az adatokat, semmit nem tudott róla. Emlékezett erre a Balatonszentmesei hosszú éjszakára, de semmit nem tudott az időgépről. Meghallgatott, és azt mondta, hogy jó, hát próbáljuk ki, hogyha normálisan tudtok együtt dolgozni velünk, akkor ez... És egyébként úgy is lett, hál' Isten, jó hangulatban. És fölhívott valamikor februárban, és azt mondta, hogy akkor most állt össze a dolog úgy, hogy ahol lehetett titeket eladni, azt eladok, akkor vedd el a mutatszat, és gondolt el, hogy 63 koncertet lehetett. De úgy, hogy ebben volt olyan 14 nap Erdélyben, vagy 18 koncert. Sepsiszentgyörgyi napok, hogy ilyen, tehát valami őrület. És ez már a Petaféle bikini volt? Akkor a Peta volt, így van. Még volt haja. Akkor még volt haja. Most is lenne, hogyha nem volt fájra szerintem, vagy nem tudom. Ernők akkor már... Ernő már ott volt, úgy van. Ernő már ebbe a korszakban csatlakozott be, amikor
Körös-Torok Fesztiválon volt ott velünk először az Ernő, és akkor utána mondta, hogy hát ő tanul gitározni nálad, és hogy ő szeretné ezt megpróbálni, hogy hagyd gitározom már, nem akar ő sokat, csak úgy a próbákon, vagy próba végén, de jó volt, ügyes volt, nagyon akarta, és gyakorlatilag azért olyan volt, akkor egy gitáros volt, azért meg kellett ezt masszívan támogatni. Néhol vannak olyan dolgok is majd, hogyha meghallgatod, hogy eleve 6 sávgitár van följátszva, tiszta, meg izé, meg torzított, meg kísérő, meg szólam. És erről ezeket megtanulta, csinálta, jött, és nagyon jó ember. Hát, és a mai napig ugye ő aktívan zenél, és nagyon jó gitározik, járja a világot, arénás koncertek, meg minden. Hát majd arról azért még esetleg mondok valamit, hogy nem, hát elmondom most. Tehát az időgép zenekarról aztán végül az lett, hogy rajtam kívül mindenki komoly évet futott be, akinek volt erre ambíciója. Az Ernő a Momiomániával, az FR-rel, meg a Bajnok Rock Team-be. A Szabó Peti aztán a Pisti halála után a billentyűsünk, tehát a P-Mobilba billentyűzik. A Vörös Gabi jött a Totyi helyére, a Vörös Gabi a Piramisba basszus gitározik. Egyébként többek között ez lett így a dolognak, még a Balogh Laci újra a Lady Macbeth, meg origózik, jár mindenhova. De dobosunk is volt nagyon sok, a Balogh Krisztián, ugye a Balogh Lacinak a fia, aki az Iron Maidennel járja az egész világot, csodálatos dobos. De dobolt nálunk a Altman Janika, a kicsi vagy az kicsi, öreg? A kicsi hihetetlenül jó. Nagyon dobos. Ő most egy Ajna nevezetű saját zenekar, csak instrumentális, jazzrockos, nagyon frikcsis, nagyon jó dolog. Volt nálam dobolni a Rátkai Miki, aki az Alkoholba, meg a Akelába is dobolt. De hát ő aztán ugye műsorszervezésbe fogott. Illetve hát a Gomba, a Lady Macbethnek a dobosa, ő is sokat járt velünk. Úgyhogy ilyen átjáróház volt az időgép zenekar, de hát kellett hozzá, mert valóban úgy volt, hogy amikor lement ez a bikinis féle dolog, ment a klip a tévébe, ott 3,5-4 évig úgy képzeld el, hogy annyiból állt az egész, hogy fölvenni a telefont, megnézni a naptárt, mi esik magban, minden, mit tudsz csinálni, mennyi a gázsi, megállapodtál, és gyakorlatilag márciusig elkezd a zenekar egész évre. A szakmával ezt időben összeegyeztetni, tehát azért jogász szakmával ez nagyon nehéz azért, sok munka van ott, gondolom, és azért járni koncertekre, próbálni rá, esetleg stúdiózás, meg ilyenek, tehát hogy tudtad összeegyeztetni kettőt? Ugye éjszaka jártunk a stúdióba is, akkor már nem volt a tárgyalások. Hétközben, amikor már nem tunyó volt, hanem időgép volt,
akkor hétközben vagy Pesten, vagy Szegeden vállaltunk csak koncertet. Mert az egy-egy óra. Tehát akkor erre az odafigyeltünk. A hétvége az a péntektől vasárnapig egyébként azt úgy fogad el, hogy 20 éven keresztül nem volt szabad hétvégig. Ott állandóan ez volt. Aztán volt, akkor kivettük, és azért az időgép zenekar az olyan zenekar volt, hogy most nem is tudom, melyik évben volt az. Lényeg az, hogy augusztus 26-án adtuk az utolsó koncertünket, akkor 18 koncertet adtunk augusztusban, de jó volt törvénykezési szünet, lehetett menni. Akkor fogtuk a gázsikat, fővettük a csajokat, a feleségeket, barátnőket, és együtt elmentünk nyaralni Szlovákiába, vagy Lengyelországba. És végig szórakoztunk, és soha nem volt komoly vita, vagy veszekedés. Szóval ez egy nagyon jó kis baráti társaság volt, én nagyon szerettem. Lényeg az, hogy a bikini után ez a zenekar úgy meglódult, és akkor, hogy az ember már a nagy fesztiválokon mindenkivel találkozik, és amikor éreztük, hogy azért nyilván hát az, hogy a bikini bárhol játszik, az mindig telt ház, az rengeteget jelent. És addig, amíg egy ilyen saját zenekar ad le dalokat, és lejátsza a rádió valami érthetetlen oknál fogva, az külön beszélgetés tárgyát képez, hogy Magyarországon egyébként hogy megy ez a rádió műsorgyártás. Hárman csinálják egyébként az országban, és mindenkinek az kell átvenni, de ez most ez egy másik történet. Amíg abban a Pixisben beleférsz bárhogy, addig van létjogosultsága és keresnek. De hogyha nincsenek új dalok, mert kiégtél, mert nem is stúdióban, vagy nem történik meg az, aminek lennie kell, vagy hitét veszted, akkor onnantól kezdve a saját dalos zenekarnak vége van. Már pedig itt az történt, hogy az időgép a Jóspistától, a Warnertől kapott egy lehetőséget, hogy abban az évben éppen nem volt meg a Star Tendert, meg nem indultak sehova, volt egy kis pénze, egy szemmel is jól látható összeg, benne voltunk az évbe, hogy adjunk le egy teljesen új anyagot, és azt rendesen megpromótálják, elhelyezik a rádióba, és nézzük meg, hogy akkor ebből lehet valamit kezdeni. Nem lettünk kész az anyaggal. Ott már nehezebben mentek a próbák, ott már voltak beszélgetések erről, hogy a hova rohanunk. És ebben az országban, hogyha egy ilyen történik, az nem arról szól, hogy akkor elveszítettél egy kapcsolatot, vagy elveszítettél egy kiadót, hanem ezt mindenki tudja ebbe a lépcsőházba. Lezárul az egész. Hogy látod, hát most nem neked néz. És senki nem mondja azt, hogy ez így lesz, csak amikor mi legközelebb, akkor a zenekar kérdezi, hogy most hol vannak azok a türelmetlen barátaid? És mondtam, hogy nem nagyon tudom, mert már nem nagyon hívnak vissza. És utána még azért nagyon szép éveket éltünk meg. A Varga Mikivel nekünk nagyon jó barátságunk volt, de az a rengeteg, a Miklósra például sose próbáltunk, soha. Azon mindig a színpad szélén találkoztunk, elmentünk Erdélybe turnéra, a Sepsiszentgyörgyen, akkor 50 ezer ember, ez valami félelmetes érzések ezek. Nyilván ahhoz, hogy az időgép akkor már főszínpadon legyen, záró főműsorszám, ahhoz kellett a Varga Miklós. Meg az Európa, meg az, hogy ezek jók szoktak lenni, és na még akkor, ugye? Érdemi ki is. De lényeg, ami a lényeg, hogy hosszú próbálkozások után nem születtek már dalok, és most már úgy gondolom, hogy annyira megváltozott a zenei ízlés is, meg a trend is, látom az újakat, hogy miket játszanak, meg hogyan. Valószínűleg az időgép már nem tudna még egyszer helyet fogni. Uh-huh. Annyi nagy slágerünk, annyi hosszú időn keresztül meg nem volt, hogy abból éljünk meg. Igen. Tehát akkor zenekar nincs is, egyáltalán, vagy vagytok még, néha van föllépés, csak már nem olyan nagy intenzitással, vagy hogy látok? Hát az igazság az, hogy amire most mondom, hogy megálltunk, hogy ez úgy nem, az azt jelentett, hogy évi 55-60 koncert, volt, hogy 80. De miután, ugye nekem ráadásul lett egy egészségügyi problémám, amiről nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. És ez egy szív probléma volt, például az édesapámnak ugyanez a baja volt 8 hónapig.
lámadozott. Az én problémám aztán annyi lett, hála a jó Istennek, hogy az orvostudomány erőre halad, és azért az invazív kardiológiait Kecskeméten, meg a Rúzsa professzor az olyan volt, hogy gyakorlatilag pénteken mentem be, szúrtak egy lukat a csuklómon, pénteken hazamentem, az utasítása, hogy bármit tetszik érezni, meg bármit képzel el magáról, vegye tudomásul, hogy vissza kell, hogy fogja magát, mert ez a szív még regenerál. De tényleg olyan volt, hogy a fölkapcsolták volna a villanyt. De ez egy hosszú folyamat, amikor vizsgálnak, amikor időpontra válsz, és hát nyilván a többiek akartak zenélni. A szakma akkor azért még úgy számolt velünk, hát jöttek a fölkérések. És bizony, akármennyire húzott ide a zenésztársaknak a szív az időgéphez, azért például, amikor valaki a családját ebből tartja el, azért se a piramis gázsival, se a mobilmánia gázsival nem lehet konkurálni. Nem mondhatom, hogy gyere, akkor lemegyünk a motoros találkozóra játszani, hagyd már az amerikai turnét a felébe, az Ernőnek effektíve, és nyilván az ember ebből nem csinál feszültséget se. Szóba se hozzuk. Örülünk egymás sikerének, Ernő nagyon, nagyon szép pályát futja, nagyon alkalmazkodó képes, kiváló muzsikus, ő okosan és jól is csinálja. Hosszú távra is szerintem nagyon jól gondolkodik. Ott segítettem tényleg, ahol lehetett. Tehát a Billnek beajánlottam, a Bajnokhoz, a Tunyóhoz, tehát ahol csak lehetett, hogy az Ernő, amire annyira akarta és annyira tudta. Tudod, hányszor hallotta az ember ezt, hogy hát most Malmsteenokat játszom. Utasd. Azt játszotta. játszotta, és akkor, amikor a Bajnokról fölállt, és akkor a Balogaci volt az énekes, engem hívott gitárosnak, és elmentem, 2-3 koncertet megcsináltam, hogy a Bajnok, mert ugye a Kékesi Bajnokaci is egy bűbájhofa, de hát, hogy ő is, hogy mennyire akar valamit komolyan, ezt nem nagyon lehet biztosan tudni, de ez komoly lett. És akkor én már éreztem, hogy valóban egyrészt sok is lesz, meg akkor most mobilokat, meg egyéb dolgokat játszok, Isten tudja, a 6. verzióban, de az Ernőnek ez meg borzasztó jó lenne. Mert ezek az úgy néz ki, hogy lemegy a koncert, és akkor a koncertre beugrik a Takács Tamás, beugrik az Ávod Jancsi, beugrik például a Zeffer, vagy a Deák, hogy kapcsolatok, hogy rendszer, és akkor, hogyha meghallgatja, és az Ernő nagyon játszik, és akkor én fölhívtam a Bajnokot, hogy figyelj, nem vagyok jól, de van egy nagyon fiatal gitáros, akiben 100 szeretet, nem tehet, ezt nem lehet megcsinálni, ilyen egyszerűen nincs. Mondom, már pedig hidd el, hogy van, mert én nem tudok fölkelni, ha akarsz koncertet, próbáld ki, én kezeskedem érte. Hajnal 4-kor hívott föl, hát nem nagyon értettem, hogy mond, egy Isten. De te is az vagy azt mondja, de ez egy Isten. és hogy hát, mi nagyon jobban voltunk, és ott mondta, hogy hát tudod, Csabikán, tudod, hogy téged imád, a haverom, az Isten, a vérem, a lelked, tudod, az ilyen. De mégis, ugye, hát nem, te nem haragszol, tehát ismersz engem, te nem, hát köztünk nincs ilyen, hogy ez a fiú, akkor jöhet máskor, mondom, persze, menjen. És így lett az Ernő az ügyetárosa. És hála jó Istennek azóta akármilyen feladatot kap, és kap feladatot, abban mindegyikben gyönyörűen ott van megállítani. Itt tartunk most. Időgép, hogyha kap felhívást, és össze tudjuk szedni, és éppenséggel nem üti ki a mi időpontunkat, akár az Eiffel, akár a Piramis, akár a olyasmi, akkor elvileg van időgép koncert, de erre nem volt 2 éve példa. Tehát az a helyzet, hogy én nem üldözöm őket, csinálják úgy, ahogy kell, már nem akarok telefonálgatni, nem is műsort szervezni, mert azért most mondjuk ki. Tehát azért ez a szakma, az a szakma, ahol ha szalad a szekér, ami nekünk volt 3,5-4 évünk, addig ez viszonylag egyszerű. De onnantól kezdve te minden éve kezdő vagy. A műsorszervezők egy részét lecsukják sikkasztásért, helyükbe lépnek a kocsmárosok, akik majd jobban tudják, a másik fele a rádiós médiafronton, a kiadói szinten cserélődik, vagy belefárad, vagy mondjuk ki meghal. És akkor valakihez még, hogy tudod, és látod rajta, hogy azt mondja meg udvarnas, meg tisztel is, hogy hát tudja, de nem tudja.
nézi a homlokodat, fogalma sincs, hogy ki vagy, és egyszer csak kiderül, hogy gépészkedni kell, és el kell adni. És akkor megint kezdjük azzal, hogy megállapodunk, amiben leszedik, aztán kiderül, hogy a hattagú zenekarban három nem ér rá. De például azért elmesélek egy dolgot, mert vannak néha csodák. És ebben bízik az ember, hogy az élő zene ezért nem fog elpusztulni. A legutolsó fellépésünk volt, amióta én már nem szervezek. Ha hívnak, elmegyünk, de én már nem szervezek. Az a Kiskörösi Születi Fesztivál volt, ahol egy héttel a koncert előtt a basszus gitárosunk visszautasíthatatlan ajánlatot kapott. Fölhívtam a Bíró Zolit, aki az szervező volt, ő volt a hang, a cucc, mi voltunk a főműsorszám egy születi fesztiválon, hogy nem tudunk menni, mert ez van. Azt mondja, hát figyelj, de van olyan nekem egy fiam, ő időgép rajongó, ő tudja ezeket a dalokat, hogy akkor próbáljuk ki, hogy ő meg tudja ezt csinálni. De mondom, mi az, hogy tudja a dalokat? Ő leszette, lekagylózta, de hát mondom, igaz, hogy gitáros, de basszus gitáros biztos meg tudja csinálni. De mondom, egy hét van rá, szóval elég lesz, higgyem el. Eljött az akkor 13 éves Vitéz Csongorra, aki lecsókolózott minket, ezt, még egy ilyet meghalom, mondom, szétve. És akkor próbáljuk el, és gondold el, hogy úgy, hogy történt, egy próba alatt, az elejétől a végéig, végig játszott a dalokat, az összekötéseknél, esetleg dupla szólóknál, tehát ilyen helyeken kellett úgy mondani nekünk, hogy figyeljél, mert majd mutatom, hogy most hogy meg mind, hibátlanul eljátszotta. És utána fölálltunk a színpadra, ott még az öltözőben elmondtam neki, hogy először is lesz interjú, TV interjú 2-3, most nem én beszélek, most te beszélsz, mert te vagy a szép, oké, okay. Megserebbent a szeme, tökéletes interjúkat adott, vagány volt, igazi, hibátlanul, lámpaláz nélkül, és akkor mi ott körbeültünk, hogy figyelj, mindig figyelj minket, akármi történik, megér, az másám azért, a nagy színpad, a nagy hangerő, a fények, a sokan vannak, lehet, hogy tempó is meg szalad, mert ilyenkor, de bármi bajod van, akkor nézzél el. Ha nem, hogy nem hibázott a gyerek, volt, hogy mi nem tudtuk, hogy hol vagyunk, és akkor mentünk oda a Csongoró oldalára, hogy a basszus gitár eligazít, tudod, hogy hol tart. Úgyhogy 13 évesen másfél órát végigjátszott hiba nélkül, olyat, hogy valami csodálatos volt. Na, lényeg az, hogy ez volt az utolsó időgép koncert ez idáig, és ő azóta is dolgozik, tanul, énekel, gitározik. Nagyon énekeljük, gitározik. Igen. Nagyon ügyes. És te gitározol? Én mindenhol gitározok. Én otthon elővettem a te általad írt dolgokat is, mert most már azért lehet, sok mindent segít. Nem lesz már ennek túl nagy teteje, meg minden, de az embernek most már van ideje, hogy újra kis jobbmasszokat elő tudjak venni, misztiket. Tehát ugye az ember, amire egyrészt igény nem volt, másrészt már tényleg azért úgy van az ember, hogy ha ennyit megy, akkor majd gitározok, ha muszáj, tudod. De most olyanokban tudok elméredni, amiből nyilvánvaló, hogy nincs perspektíva, de én nagyon élvezem. Tehát most inkább egy dologgal többet foglalkozok, csak az jó legyen. Tudod, a jazzzenész, hogy találkoznak a jazzzenészek, és mondja, hogy nagyon jó a lemezen, de vetted meg? Tehát körülbelül itt tartunk most, hogy tét nélkül szórakozásból magamnak, meg az unokámnak. Igen, tényleg a családról akartam még kérdezni. A kisanyod az gitározott, úgy tudom. Igen, járt hozzád is, aztán fuvolázott, járt az Ézibe, meg kórustag volt egy kicsit. Az én fiam, ő rappet szeret, ami ugye fogalmilag zárja ki az eltanulást, de ő sport jobban érdekelte, viszont az unokámnál úgy tűnik, hogy kiütött a gén, mert hát egy fantasztikus tehetség, hát fele ilyen tehetséges lettem volna. 3 éves korában már egy zongorát itt billett, de nem veri vagy izé, hanem rendes akkordokat kikeresgett magának, még a sörnye egész jobb füleliszt, sokat kellett otthon hallgatni, akkor kikereste a zongorán, aztán kapott xilofont, jött hozzám papa, ebbe is benne van, azon is kikereste, és most képzeld el, hogy gyakorlatilag 5 évesen fölvették őt az Ézibe, de még nem tud menni, mert még óvodás. Írólasni nem tud, de kottából dobol. Jár a dobtanárhoz.
Úgyhogy rendszeresen most ott tartanak, hogy Michael Jackson, Nirvánát, Limp Bizkitet, meg ilyesmiket. Tehát gyakorlatilag AC/DC-t otthon, és szól a CD, és akkor ő dobolja vele. És hogyha hozzánk eljön, akkor papa koncertezzünk, akkor megy a CD-n, ő dobol, rendes kis dobfelszerelése van, elektromos is, meg ilyen akusztikus is, nekem gitároznom kell, tehát az az örök, hogy ha a megmaradt lámpákat nem kell fölállítani, mert olyan is van, hogy a reflektorok éjjének szakad a víz rólunk, és koncertezünk, és akkor nagyon kis tündér, nagyon tehetséges. Hát örülök neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán szóba került. Hát én köszönöm, hogy vállaltad a riportot, és eljött, és mindezeket elmondtad, és hát reméljük azért szeretnék én elmenni még időjé koncert, ha jó lenne. Hát mi is szeretnénk, hogyha úgy lenne még egyszer. Most még nem tartunk, hogy kiderüljön, hogy ennek van-e nosztalgiája, vagy nincsen. 5 lemez jött ki, meg egy DVD. Ki tudja. Hallja az ember még a kívánságműsorban dalokat néha. Majd meglátjuk. Nem hinném, hogy nagy felvirágzás lenne ebből. Meg már meg is ilyen az ember, hogy ezt nagyon komolyan csinálna. Egyszer-kétszer, tehát egy-egy ilyen nagy elköszönő műsort azért szeretnénk valamikor csinálni, ahol azok a barátaink, akikkel ugye a pálya során fölértünk, meg húzó nevek lennek, hogy ők is már ugye el is vállalták szóval. Tehát jönnének segíteni, lenne egy kis sztárparádé. Köszönöm szépen még egyszer az interjút. Én köszönöm. Körülötted megváltozott minden, mint egy örökzöld dallam, csak te maradtál jó. Ezerszer játszod, de soha nem elég. Te a szeretettől lettél ilyen szép. Téged csak érlelt az idő. Egy kislány, egy ég. Szeretben az a földön túli fény, te a szeretettől lettél ilyen szép. Úgy vigyázz még ránk, a világ állandóan forog, de valami